Petőfi Sándor János Vitéz című alkotásából kellett megjeleníteni a részleteket annak a 8 versenyző csapatnak, akik jelentkeztek a Petőfi Tagintézmény dramaturgiai versenyére. Ez a megmérettetés a nagymúltra visszatekintő Petőfi Hét rendezvénysorozat keretei között zajlott az oktatási intézményben. 5 perc felkészülés után az általuk kihúzott jelenetet kell bemutatni. Másodszor rendezzük ezt a kis vetélkedőt, játékos vetélkedőt, amit kinyitottunk a tagintézmények felé. Petőfitől, János Vitézből ismernek meg a legtöbbet, órákon keresztül foglalkozunk a János Vitézzel. Nagyon sok részét tudják kívülről a gyerekek ennek a elbeszélő költeménynek, úgyhogy ezt szeretik is. A magyar nyelv és irodalom oktatásának kiegészítője a drámapedagógia az oktatási intézményekben. Ez a verseny is egyfajta színészi játékot kívánt a gyerekektől. Rendkívül jó feladat a gyerekeknek önmagukat megmutatni. Tehát a drámapedagógia arra ösztönzi a gyerekeket, hogy a mögöttes gondolkodást, a cselekmény mögötti lényegre térjenek rá és fejtsék ki, megmutatják önmagukat. Nagyon jó a szókincs fejlesztésére, a fiktív képzeletvilág kialakítására, és hogy adott helyzetben, bizonyos szituációkban mennyire toppon tudnak lenni, mennyire tudják megmutatni önmagukat. A rögtönzött előadásoknál több szempontra is oda kellett figyelni a versenyző csapatok tagjainak. Mennyire tudnak azonosulni azzal a szereppel, amit ők megkaptak. Mennyire tudja beleélni magát, és az adott jellemhez, a körülményekhez képest ő hogy reagál, és nagyon fontos arra is figyelnie, hogy akivel kommunikál, hogyan válaszol a gyerek, mennyire értelmesen, mennyire körítetten, mennyire világosan, szabatosan, magyarosan fejti ki a gondolatait. A zsűri tagjai már a terembelépés pillanatától figyelték a gyerekek játékát, mely az értékelés egyik alapját képezte.